Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Újra jelentkezik a Nyíregyházi Televízió és a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház közös egészségmegőrző műsora. A mai adásban dr. Szondi Zitával beszélgetünk arról, hogyan működik jelenleg az intézmény, és melyek azok a legfontosabb információk, amelyeket érdemes tudni, mint hozzátartozóként, mint pedig betegként. Tartsanak velünk! Ugye az elmúlt hónapokban komoly változásokon ment keresztül az ellátórendszer. Kezdődött ott, hogy a veszélyhelyzet kihirdetésétől a tervezett ellátásainkat felfüggesztettük, és csak sürgősségi ellátásra álltunk át. Aztán az egészségügy újranyitásának több lépésében a járóbetegellátás és a fekvőbetegellátás is visszaállt a normál menetrend szerint. Tehát gyakorlatilag tudtuk fogadni azokat az elmaradt diagnosztikai vagy terápiás igényű betegeinket, akiket a veszélyhelyzet ideje alatt nem tudtunk ellátni. Ez az időszak ugye a június-júliusi hónapokat és az augusztust is érintette. A mai napig is tulajdonképpen az ellátásunk előjegyzés szerint járóbetegben és fekvőbetegben is minden telephelyünkön teljes funkcióban üzemel. A kórházba érkezéskor igyekszünk minden telephelyünkön a beérkező betegeket, sőt még a látogatókat is előszűrni. Az előszűrés során szeretnénk kiemelni azokat a betegeket, akik kockázatot jelentenek a többi beteg vagy az ellátó személyzet számára. Ez azt jelenti, hogy a betegeinkkel kézfertőtlenítést végzünk, mindenkit maszkban engedünk be, meg felhívjuk a figyelmet a helyes maszk használatra, mert nem mindegy, hogy hogyan viselik a maszkot a beérkező betegek. És megkérdezzük őket arról, hogy voltak az utóbbi időben, az utóbbi két hétben külföldön, találkoztak esetleg olyan beteggel, akiről igazolódott a koronavírus fertőzés, és természetesen a legfontosabb, hogy vannak-e tüneteik, azok a jellemző, legjellemzőbb tünetek, amelyek a koronavírus fertőzésre utalnak. Ezek ugye a felső légúti tünetek, lázhőemelkedés, száraz köhögés, szaglás és az ízérzékelés csökkenése, de meglepően akár a hasmenés is lehet koronavírus fertőzésre utaló tünet. Tehát ezeknek az információknak a begyűjtése után engedjük be a betegeinket. Az előszűrésen ugye az előjegyzett betegek jönnek be a kórházba. Arra kérünk mindenkit, és próbálunk arra nevelni mindenkit, hogy az előjegyzési időpontokban igyekezzenek azt megelőzően 10-15 perccel érkezni, ezzel is csökkentve azt a tumultust, ami a várótermekben sajnos előfordul. A szociális távolságtartás, ugye, ami egy új fogalom lett, és most már mindenki ismeri, és mindenki tudja, hogy mit jelent, ez a 1,5-2 méter, Ezt csak úgy tudjuk betartani, hogy ha valamilyen korlátot állítunk a belépő betegek számára, hiszen ha mindenki egyszerre érkezik egy 8-tól 2-ig tartó szakrendelésre, akkor 8 órakor lehet, hogy 50 beteg várakozik egy szakrendelőbe, de ha legalább óránként betartják a betegek az előjegyzett időpontjukat, az előjegyzési időpontjukat, akkor ezzel csökkenthető az egy időben várakozó betegek száma. Úgyhogy ezt az előszűrést, amit prétriázsnak hívunk, ezt a szakápolóink végzik. Ugye ez egy plusz feladat most, és erre megfelelő humán erőt kell koncentrálnunk, vagy oda csoportosítanunk. És hát a Szent István úti telephelyen, mivel ez egy nagy telephely több belépési ponttal, itt az épületekben végezzük ezt az előszűrési tevékenységet. A telephelyeinken viszont egy vagy két kijelölt beléptetési pont van, ott nyilván kevesebb a beérkező beteg, és ott tulajdonképpen ezeken a pontokon végezzük el ezt az előszűréses feladatot. Mi történik akkor, hogyha valakinél gyanút találtok itt az előszűrés során? Akkor a munkatársaink elkísérik, vagy megkérik arra, hogy arra a bizonyos kijelölt ellátóhelyre, az úgynevezett COVID ambulanciára, vagy a telephelyeinken a sürgősségi osztályok meghatározott kezelőjébe elkísérik a beteget, vagy megkérik arra, hogy menjen el oda, és ott egy részletesebb kivizsgálással, részletesebb anamnézis felvétellel, szükség esetén orr és garat mintavétel történik. És hogyha valaki gyanús minősítést kap, tehát azt mondja az ellátó orvos, hogy ő koronavírus fertőzésre gyanús, akkor bekerül egy jelentő rendszerbe, ami a fertőző betegek jelentési rendszere,
és addig, ameddig az eredménye meg nem érkezik, ugye a mintavétel ilyen esetben kötelező, és 48 óra múlva egy ismételt mintavételre van szükség, és a két negatív eredményig otthoni elkülönítést javasol az ellátó orvos. Ebben az esetben még nem intézkedik a hatóság, tehát még nem lesz hatósági házi karantén elrendelés. Megvárjuk a két, a hatóság is megvárja a két PCR vizsgálatnak az eredményét, és amennyiben negatív, akkor felszabadul a gyanú alól, ha viszont pozitív, akkor jön a hatóság és elrendeli a házi karantént. Ugye a gyanús esetek súlyossága különböző, vannak nagyon enyhe tünetes gyanús eseteink, és vannak közepesen súlyos vagy súlyos gyanús esetek, attól függ, hogy igényel-e kórházi kezelést, hogy milyen tünetei vannak, milyen erősek ezek a tünetek, illetve milyenek a radiológiai diagnosztikával. Ugye a radiológiailag tüdőgyulladás és klinikailag is tüdőgyulladás az, ami egy komoly következménye a koronavírus fertőzésnek, és hogyha ez fennáll, akkor és indokolt a kórházi felvétel, akkor az infektológiai osztályunkra vesszük fel a betegeket. A gyanús betegeket, akiknek jellemző tüneteik és radiológiai eltérésük is van, valamennyi telephelyünkről a Jósa András Oktató Kórház felnőtt infektológiai osztályára szállítjuk, hiszen itt egy helyen megfelelő szakmaisággal, védőfelszerelés használatával, izolált kórtermekben helyezzük el a gyanús eseteket. Ezzel is csökkentve annak a kockázatát, hogy akiről még nem tudjuk, hogy fertőzötte vagy nem, ne tudja átadni az esetleges fertőzést másnak. Említetted a COVID-ambulanciát, ez mit jelent pontosan? Kik juthatnak oda? Tehát csak orvosi utasításra kerülnek oda, vagy magától is bemehet bárki? Magától is bejöhet bárki, vagy háziorvosi beutalóval, de mindenkitől azt kérjük, hogy telefonon egyeztessen. Tehát ott is igyekszünk, mert ott aztán a legnagyobb a kockázata annak, hogy találkozik olyan beteggel, aki esetleg fertőzött, és még nem tudunk róla. Tehát a COVID-ambulanciára érkezéskor a háziorvos OMSZ szállítást kér, és a mentősök védőfelszerelésben hozzák be otthonról a gyanús eseteket. Aki magától jön, őt is megvizsgáljuk, tehát nincsen beutalóhoz kötve a COVID-ambulancia, de azt kérjük, hogy lehetőleg telefonos egyeztetést követően érkezzen. Jó, akkor egy kicsit bontsuk ki a látogatási tilalommal kapcsolatos tudnivalókat. Igen, hát ugye a látogatási tilalom nem egy új intézkedés, hiszen az influenza szezonban folyamatosan figyeljük a járványügyi helyzetet, figyeljük azt a küszöbértéket, amikor a lakosság esetében az influenza megbetegedés eléri azt a számot, ami után már az látogatási tilalom elrendelését meg szoktuk hozni. Hát gyakorlatilag ugyanez történik a koronavírus esetében is. Tavasszal, amikor az esetszámok emelkedtek, még viszonylag ismeretlen volt a fertőzés, ismeretlen volt a terjedés, akkor is látogatási tilalmat rendeltünk el, és aztán a július, illetve a június-júliusi hónapokban csökkenő esetszám után ezt feloldottuk, természetesen, hiszen a betegeknek szükségük van a családra, és szükségük van a mentális támogatásra a családtagjaiktól, de most úgy látjuk, hogy az augusztus hónapban nagyon rapidan emelkedő esetszámok indokolttá teszik azt, hogy csökkentsük a kórházba belépő személyek számát, és így elrendeltük újra a teljes, minden telephelyünkre kiterjedő és minden osztályra kiterjedő látogatási tilalmat. Korábban már a magasabb kockázatú osztályainkon részlegesen volt látogatási tilalom ezt megelőzően. És most ez azt jelenti, hogy a betegeinket nem tudják látogatni a családtagok. Vannak kivételek természetesen, a súlyos állapotú betegeink, akik magatehetetlenek és teljes önellátásra képtelenek, ők esetükben az adott osztályvezető főorvosa engedélyezhet kivételes esetben látogatást. Illetve akik még bejöhetnek és akik nem tartoznak közvetlenül a betegek közé, ők a kispapák, tehát a szülőnők mellett egy személy, ez legyen akár az apuka, vagy akár a kismama által megjelölt bárki, ő bent tartózkodhat a szülés ideje alatt. De természetesen arra kérjük őket, hogy a megfelelő járványügyi intézkedéseket, az infekciókontroll szabályokat tartsák be. Kikérdezzük őket is, tehát ők sem jöhetnek be akkor, hogyha felmerül esetleg a koronavírus fertőzés gyanúja, tehát egészségesen,
felelősségteljesen nyilatkozva arról, hogy nem jártak külföldön, nem találkoztak koronavírus fertőzöttel, nincsenek tüneteik és nincs lázuk hőemelkedésük az elmúlt napokban. Ebben az esetben ott lehetnek a kismama mellett, és támogathatják őt abban az eseményben, ami az életükben egy nagyon fontos, azt gondolom. Úgyhogy a látogatási tilalom érvénybe lépett szeptember 1-től. Ezt addig tartjuk fenn, ameddig indokolt. Mi sem szeretnénk azt, hogy indokolatlanul látogatási tilalom legyen a kórházban, de érezhetően csökken ilyenkor a belépők száma, és ezzel tudjuk tartani azokat a távolságokat, amelyek a betegellátás során óhatatlanul lecsökkennek, hiszen kontaktusok alakulnak ki. A járóbeteg ellátásra ugye a látogatási tilalom nem értelmezhető, de ott is azt kérjük, hogy aki felnőtt, be tud jönni, önállóan tud közlekedni, azt lehetőleg ne kísérje kísérő, mert az egy plusz fölösleges idézőjelben személy, aki terheli tulajdonképpen a kórházat, terheli a betegvárókat. Tehát azt kérjük, hogy aki önállóan el tudja intézni a szükségletét, ő mindenképpen egyedül jöjjön a kórházba. Mi vonatkozik a gyerekosztályra? A gyerekosztályon ugye a szülő a gyerekkel együtt lehet, együtt ápolunk a gyerekosztályon, tehát tulajdonképpen ott, aki bent van a gyerekkel és a fekvőbetegellátásban részt vesz, ő bent lehet, de a plusz látogatás ott sem engedélyezett. Egy kicsit érintsük a sürgősségi osztályt, gondolom, hogy megnövekedett az ellátottaknak a száma. Mikor érdemes ide bejönni? A sürgősségi ellátás az egy nagyon, nagyon érdekes témakör, hiszen tudjuk azt, hogy van sürgősség. Nyilván vannak olyan nem várt helyzetek, amikor akár olyan hirtelen egészségromlás következik be, olyan súlyos tünetek, amelyek ijesztővé válnak, és ilyenkor a betegek teljesen természetes, hogy a sürgősségi osztályt keresik meg. De sajnos olyanok is vannak, akik viszont valamilyen elsőbséget szeretnének kapni, és gyorsabban kivizsgáltatni magukat is. Ugye azt szoktuk mondani, hogy a sürgősségi ellátás nem gyorsasági ellátás. Tehát ne azért jöjjön valaki sürgősségire, hogy gyorsabban történjen meg egy ultrahang, egy radiológiai vizsgálat, vagy egy laborvizsgálat, vagy akár egy szakorvosi vizsgálat, hanem valóban akkor jöjjön, ha azt indokolja az állapota. Ezt vagy a házi orvos dönti el, vagy nyilván az OMSZ, vagy akár maga a beteg is eldöntheti, de az valóban indokolt legyen. A sürgősségi ellátásunk egyébként számszerűen napi 100 beteget lát el körülbelül Nyíregyházán, és Máté Szalkán Fehérgyarmaton körülbelül 25-30 beteg jelenik meg egy-egy nap sürgősségi ellátásban. Úgy érezzük egyébként, hogy a koronavírus következtében az emberek gondolkodása megváltozott egy kicsit, és jobban átgondolják azt, hogy jönnek-e a kórházba, vagy nem. Tehát érzik ők is azt a kockázatot, amely gyakorlatilag mindenhol, nem csak a kórházban, de azért itt még fokozottabban rájuk terhelődik. Úgyhogy dolgozunk a sürgősségi osztályon is. Nagyon nehéz, tulajdonképpen a legnehezebb ebben a koronavírus helyzetben a gyanús betegeknek a kiemelése, a minél korábbi izolálása. Tehát manapság már, amikor közösségi terjedés van, fiatalok, tünetmentesek, nagyon enyhe tünetekkel hozzák viszik a fertőzést, már nagyon kevés az a beteg, akinél nem merül fel esetleg a koronavírus fertőzés lehetősége. Tehát nagyon ébernek kell lennünk, mind a sürgősségi osztályon, de mind a fekvőbeteg osztályainkon is. Hiszen hogyha valakinél a gyanú felmerül, és bent fekszik egy 4-5 ágyas korteremben, most gondoljunk bele, ha még oda látogatók is jönnének menet közben, akkor hány emberrel kontaktálódna, hogyha mégis kiderül róla, hogy fertőzött. Igen, ezt akartam még egy kicsit a látogatási tilalommal kapcsolatban, hogy ez mindig olyan fájó az ember számára, hiszen aggódunk a szeretteinkért. De mi történik akkor, hogyha nem hozza meg a kórház ezt a döntést, és véletlenül egy látogató beviszi a kórházba? Ha bejön egy látogató úgy, hogy ő nem tudja magáról, és nincsenek igazából tünetei, de két nap múlva kiderül róla, hogy ő koronavírus fertőzött, akkor visszafelé, az eseményeket visszafelé feltérképezve meg kell nézni, hogy kivel került kapcsolatba, kivel volt 2 méteren belül, 15 percen túl, úgy, hogy nem volt semmilyen védőfelszerelés rajtuk. Ezért hasznos a maszk, mert ha maszk van rajtunk, és
a potenciális fertőzötten is, és a vele kontaktusba kerülőn, akkor az már csökkenti, jelentősen csökkenti a fertőzés átadásának a lehetőségét. Így az már egy laza kontaktusnak tekinthető, és ebben az esetben a laza kontaktust következményei, ami a karantén és a járványügyi megfigyelés, azok sokkal kedvezőbbek és sokkal kevésbé szigorúak, mint abban az esetben, hogyha valaki szoros kontaktusba kerül egy potenciálisan fertőzöttel, hiszen akkor jön a 14 napos járványügyi karantén. Hagyhatnak itt csomagot esetleg a bent lévőknek, a hozzátartozók? Igen, hát ez egy külön szolgáltatásunk, nyilván ez sem a normál üzem működés közbeni szolgáltatás. A portán lehetőséget adunk a hozzátartozóknak, hogy csomagot juttassanak a bentfekvő betegeiknek. Ezt dokumentáltan átvesszük itt a személyi portán Nyíregyházán, illetve a telephelyeinken is a porták környékén, és eljuttatjuk természetesen a fekvő betegeknek, amire szükségük van. Úgyhogy ezt a lehetőséget már tavasszal is megadtuk, és ezen a héten már megszerveztük az erre az ehhez szükséges munkaerőt, hiszen mondom, ezek is plusz feladatok, ezek a napi munka mellett kell ellátni ilyeneket. Kicsit érintsük akkor a vírus, szerintem sokan kíváncsiak rá, és a fő kérdés, hogy hogyan tudjuk megkülönböztetni így ebbe az őszi időben majd előjövő influenza-szerű tünetek között, hogy melyik az, amelyik koronavírusra utal, és melyik az, amelyik csak egy sima megfázásra. Hát nagyon nehezen szinte sehogy. Tehát influenza és még allergia, tehát ne felejtsük el, hogy dúl a parlagfű és dúl az allergia szezon. Úgyhogy tulajdonképpen a koronavírus tünetei annyiban különböznek ezektől a hurutos, allergiás jellegű náthágtól, hogy inkább a száraz köhétcselés jellemző rá. Viszonylag gyorsan ki tud alakulni légzési nehezítettség is, fulladásérzés ezeknél a betegeknél, és nagyon jellemző, amit az elején is említettem, és megkérdezünk az előszűrésnél, ez a szaglás és az ízérzékelésnek a csökkenése, mert ez egy ilyen speciális tünetnek mondható, de hát az allergiások nagy része nem érez illatokat, szagokat, mert elvész ez a funkció, amikor nagyon dúl az allergia. Szóval nagyon nehéz megkülönböztetni, és ezért mondtam azt, hogy gyakorlatilag a hőemelkedéssel, lázzal, déguti tünetekkel, vagy akár hasmenéssel, gasztrointesztinális tünetekkel jelentkező betegek esetében is fel kell, hogy merüljön a koronavírus lehetősége. Mit érdemes tennünk, ha felmerül ez bennünk, hogy esetleg fertőzöttek vagyunk? Az első és a legfontosabb, hogy a házi orvost értesíteni kell otthonról telefonon, tehát lehetőleg ne menjünk sehova, ne hagyjuk el a lakást, maradjunk otthon, hogyha jól vagyunk, tehát alapvetően az általános állapotunk nem indokolja a kórházi ellátást, akkor addig telefonáljunk, amíg a házi orvost el nem érjük. És a házi orvos egyfajta telefonos konzultáció alapján mérlegeli a tüneteket, a kockázatokat, nyilván ismeri a beteget, tudja az alapbetegségeit, tudja azt, hogy mik azok a krónikus betegségek, amelyek esetleg kockázatot jelentenek számára. És a házi orvos elrendelheti a mintavételt, amit ugye az otthonában is megtörténhet a betegeknek, hiszen az Országos Mentőszolgálat feladata az otthoni mintavételeknek a kivitelezése. És tulajdonképpen az első mintavétellel és a 48 órát követő mintavétel után kiderülhet valakiről az, hogy pozitív-e vagy negatív, és addig pedig az enyhébb tünetek esetében a tüneti terápiát javasolnak a háziorvosok. Nyilván, hogyha követni kell, és a háziorvosnak folyamatosan kell tartani a kapcsolatot a beteggel, ez alatt két-három-négy nap alatt, attól függően, hogy a tesztek milyen gyorsasággal készülnek el. És hogyha a tünetek romlanak, vagy súlyosbodnak, akkor be kell utalni a COVID ambulanciára, és azt követően, mert ebben a gyanús időszakban ugye még nem tudjuk, hogy fertőzötte vagy nem, és a COVID ambulancián már diagnosztika történhet, radiológiai vizsgálat, laborvizsgálat, és ott eldől, hogy kell-e fekvő beteg felvétel, vagy otthonában továbbra is kezelhető a beteg. Mennyire jelenthetjük azt ki, hogy felkészült a kórház arra, hogy esetleg egy második hullám esetén tudja kezelni a megemelkedett számú betegeket? Én azt gondolom, hogy az első hullám, nevezzük így, időszakában nagyon sokat tanultunk. Az az időszak arra
arra szolgált, nagyon, nagyon izgalmas volt, ez most lehet egy kicsit furcsán hangzik, de ilyen szintű járványügyi teendőket és járványügyi feladatokat azért nem nagyon látunk el. Néha van egy-két kanyarús betegünk, vagy néha egy-két olyan különlegesebb fertőzés, ami nem nagy számban jelenik meg, és nem vagyunk kapcsolatban ilyen értelemben a hatósággal, meg a járványügyi szakemberekkel. Most viszont ez kialakult, ez a fajta kapcsolat, tehát mind a népegészségügyi főosztálya, mind a járási hivatalok járványügyi felügyelőivel gyakorlatilag napi szinten kapcsolatban vagyunk, hiszen mi végezzük a kórházon belüli feladatokat, ők pedig a területen a kontaktkutatásnak a feladatait. És én azt gondolom, hogy jól vizsgáztunk, tehát ez a közös munka, amit a járványügyi munkatársakkal, felügyelőkkel, illetve a kórház valamennyi munkatársával végeztünk, az eljárásrendeket meg kellett tanulni, meg kellett ismerni, folyamatosan frissíteni kell azokat az információkat, amelyek ebben szerepelnek, és annak megfelelően eljárni. De azt gondolom, hogy felkészültünk, tudjuk, hogy mit kell tennünk. Nyilván itt az eset száma a legnagyobb kérdés, hogy mennyi eset lesz, mennyi lesz azon esetek száma, akiket kórházban kell kezelni, vagy mennyi lesz azon esetek száma, akiket csak otthonukban kell elkülöníteni. Hát ettől függ az, hogy hogyan fogunk tudni majd reagálni rá. De van egy helyi operatív törzsünk, azt még februárban megalakítottuk a kórház minden területének olyan munkatársaival, akinek szerepe van a vírus elleni védekezésben, és hát időközönként összeülünk, meg hát elektronikusan tartjuk a kapcsolatot egymással, és hát most tervezzük azt, hogy hogyan fogjuk majd az őszi időszakban azokat a területeket, részlegeket felszabadítani, ahol esetlegesen gyanús betegeket kell majd ellátnunk. Ugye mi járványügyi feladatok végzésére kijelölt kórház vagyunk, de most a súlyos eseteket a két budapesti centrum kezeli. Tehát amennyiben szállítható, de súlyos állapotú beteg kerül hozzánk, őt elküldjük az Országos Kórhányi Intézetbe vagy a Délpesti Centrum Kórházba. Nyilván amikor majd telődnek a centrumban a férőhelyek, akkor ismét megkapjuk majd a feladatot, hogy ellássuk mi is a súlyos eseteket is, mert jelenleg csak az enyhe és középsúlyos pozitív fertőzött betegek ellátására van kötelezettségünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a csapat összeállt, tehát nagyon jó csapatmunkát végeztünk a higiénisek, az infekció kontroll szakemberek, az infektológusok, az intenzív osztály szakorvosai, illetve a szakápolói, akik közvetlenül részt vettek ebben a feladatban. És hát ugye annak érdekében, hogy ők tudjanak erre koncentrálni, és tudják ezeket a feladatokat végezni, a többi terület pedig besegített, hiszen oda kerültek azok a betegek, akiket egyébként ők láttak volna el. Tehát bízom abban, hogy nem lesz probléma, és ugyanúgy, ahogy tavasszal is én sikeresnek mondom a kórház tevékenységét a vírus elleni védekezésben, én azt gondolom, hogy az őszi időszakban is ezt meg fogjuk tudni tenni. Figyelembe véve azt, hogy most fiatalabbak a betegek, enyhébb a fertőzés, elképzelhető, hogy kevesebb lesz ilyen értelemben a kórházi feladat. Ugye a sok betegséggel vagy krónikus betegséggel szenvedő idősebb korosztálynak a kórházi felvételére pedig teljes mértékben fel vagyunk készülve. Ha esetleg ágyfelszabadítás mellett dönt a kormány, akkor jelenti-e azt, hogy betegeket küldtök haza? Vagy ilyenkor hogy lehet ezt megoldani, hogy senki ne sérüljön? Attól függ mindig az, hogy mennyi beteget tudunk ellátni, hogy milyen ellátásokat végezhetünk. Ha a jelenlegi tervezett és sürgős ellátásoknak a végzésére is van lehetőségünk, akkor természetesen úgy igyekszünk a helyek felszabadításával, hogy emiatt ne kelljen beteget hazaküldenünk. Ugye folyamatosan figyeljük az ágykihasználtságot, folyamatosan figyeljük a rendelkezésre álló kapacitásainkat, és most azt látjuk, hogy ez a beteg szükséglet, ami most az utóbbi hetekben fennáll, az még mindig lehetővé teszi, illetve még mindig
még mindig nem indokolja azt, hogy korlátozásokat vezessünk be, hiszen van elég üres ágyunk ahhoz, hogy a esetleg megnövekedett koronavírus fertőzötteket is ellássuk. Úgyhogy jelen terveink szerint változatlan formában, de fokozott óvintézkedésekkel, infekciókontroll szabályok betartásával, védőfelszerelés használatával, de ellátjuk a betegeinket. Mennyire helyez ez nagy nyomást az egészségügyi dolgozókra? Azért így is volt elég teher rajtuk. Mennyire okoz ez nagyobb problémát? Rengeteg adminisztratív feladat van, és ugye nagyon magas az a fajta lelkimentális teher, ami ilyenkor hárul az egészségügyi dolgozókra. Sajnos igen, ez biztos, hogy megterheli őket minden szempontból, de én azt gondolom, hogy elkötelezett munkatársaink vannak, és igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy a beteg a lehető legjobb ellátást kapja, és a megfelelő körülmények között legyen. Nyilván vannak hibák, vannak problémák, lehetne jobban sok esetben valamit tenni. Nagyon fontos a kommunikáció, fontos az, hogy beszélünk, hogy fordulunk oda egy kiszolgáltatott, elesett emberhez. Ezt számtalan alkalommal elmondjuk, tudjuk, hogy van mit javítani, de ebben talán a vírushelyzet az odafordulásban és a gondolkodásban a mi dolgozóinkat is pozitív irányban változtatta meg. Tehát hiába nagy a teher, de mégis érzik azt, hogy tőlük várnak segítséget. Tehát én azt gondolom, hogy a dolgozóink betegek felé való fordulása mind az ápolási, mind az orvosok részéről megfelelő. Mindig vannak kivételek, és nyilván mindenki tud egy olyan negatív példát mondani, ami őt érte. De igyekszünk, és azon dolgozunk, hogy ez még jobb legyen. Ennyi fért mai adásunkban, legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!